125 éves múltra tekint vissza a szakképzés a Bocskai István nevét viselő hajdúszoboszlói iskolában. Az intézmény jelenlegi épülete 1971 és 1973 között épült fel. Megérett a felújításra. Néhány éve megkezdődött a folyamat, és ezen a nyáron a 12 nagy termet sikerült renoválni. A szükséges forrást a fenntartó Berettyóújfalui Szakképzési Centrum egy pályázatból biztosította. Kellemes meglepetés fogadta az új tanévben a hajdúszoboszlói BSC Bocskai István szakképzőiskola diákjait. Az intézmény 20 tanterme közül 12 ugyanis felfrissült, új arculatot kapott a nyári szünetben. Iskolánk infrastruktúrája folyamatosan fejlődik, körülbelül 4 éve kezdtük el a nagy felújítás, külső hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárókat kicseréltük, fűtési rendszert korszerűsítettük, orvosi szobát alakítottunk ki, majd az elmúlt évben a bitumenes sportpályát újítottuk fel, és ebben az évben pedig 12 tantermet újítottunk fel teljesen. Itt most egy biológia földrajz teremben vagyunk, megújult a padló, új festést kapott, új nyílászárót, új ajtót, világítása, korszerűbb lett, tehát öröm itt tanulni a gyerekeknek. 20 terme van az iskolánknak, amit most felújítottunk, 12 tanterem, egy szárny, a Hungaroszpa felőli szárnyat teljesen felújítottuk. A többi felújítására is sor kerülhet a jövőben? A világítást fogjuk korszerűsíteni a következő hónapokban, a többi tanteremben is, majd bízom benne, hogy jövőre pedig a teljes felújításra is sor kerül. A speciális tantermekben mennyivel javult az oktatás háttérszínvonala? Szaktantermeket alakítottunk ki, ezeket a termeket felszereltük számítástechnikai berendezésekkel. 3 tanteremben van olyan számítógéppark, amit a tanulók is használhatnak, a többi termekben pedig a tanároknak számítógép, illetve kivetítő okostáblák segítik a munkájukat. Ebben a felújított tanteremben éppen vendéglátóipari szakmai óra zajlik. Az okostábla nagyon hasznos mindegyik szakmai képzéshez. Most például a különböző eszközökről tanulunk, most éppen a mérlegeket ide be tudom írni, hogy mérleg, különböző mérlegek, és akkor rögtön már fel is kínálja, képeket tudunk rajta nézni. Ez pedig egy másik szaktanterem, amely szintén új köntösbe öltözött. Ez az 5-ös számú tanterem, ez a legidősebb számítástechnikai termünk. Itt még külön asztalok vannak, és az asztal fölött helyezkednek el a monitorok, gépek. Ez a terem is megújult, itt is a szőnyeg, függöny, sötételő, világítás, illetve az ajtó és a festés is megtörtént. Itt is okos tábla van. Ezek a felújítások, amelyek a nyáron történtek, ezek a energiahatékonyságot mennyire segítik elő? A világításról mondhatjuk, hogy ezek a modern lámpatestek, amelyek egy visszaverő tükörrel rendelkeznek, ledes világítások, kevesebb áramot fognak majd fogyasztani, így megtakarítás jelentkezik, de az épület tetejére az előző évben napelempark is építésre került, tehát ez a napelempark biztosítani fogja iskolánk energia ellátását. Az előzőekhez hasonlóan az idei felújításhoz is a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum pályázata biztosította a szükséges forrást. Az infrastruktúra javítása mellett a gyakorlati tapasztalatszerzésre irányuló pályázatokkal is segíthetik a tanulók tudásának bővülését. Mellett mondani, hogy támogatja a centrumunk is, illetve a kormányzat is, most, illetve Európai Unió, most 3-án, 16-áig kiment 25 tanuló és 3 kísérő tanár Görögországba egy tanulmányi útra, Erasmus Plus pályázat keretében. Tehát nem csak a felújításokat preferálják a Bocskai István szakképzőiskolában, hanem a gyermekeknek a tapasztalatszerzését is a továbbiakban is, hiszen régen is volt erre példa. Igen, mintegy 10 évvel ezelőtt kezdtük el a külföldi tanulmányutakat, aztán egy kis szünet volt most újra, hál' Istennek megkaptuk a lehetőséget, főként vendéglátósok, szakács,
pincér, vendégtéri szakember, cukrászok kerülnek majd görög hotelekbe, és ott a szakmaiknak megfelelően végzik a gyakorlatot. A 12 nagy tanterem megújulása mellett figyelmet érdemel még a Bocskai Szakképző Iskola udvarán tavaly újjáépített bitumenes pálya. A felfestések is markánsan jelzik, hogy a létesítmény kitűnően alkalmas többféle sportág művelésére. A bitumenes pályánk már korábban megrepett, nem volt jó az alapja. A tavalyi évben nyáron sikerült felújítanunk. A tömb 2000 kft. Kitermelte az alsóról az a réteget, visszatömörítette, zúzott kővel feltöltötte, és a végén pedig aszfalt burkolatot kapott a pálya. Így most jelen pillanatban látszik, hogy milyen jó minőségben készült el, nincs repedés rajta.